Pilinszky János, apokrif, részlet. Haza akartam, hazajutni végül. Ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd, öreg szülők a házban. És már jönnek is. Már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani. Mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közele. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet. Én nem beszélem. Élnek madarak, szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék. Egy kín felett nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer robát karajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres árokkal.